Családi környezetben telt strandröplabda mérkőzésre kaptunk betekintést. Ez most a Dombóvári strandröplabda bajnokság negyedik fordulója. Itt most kicsit szűkösebb a létszám, 4 csapat jött el. Így most a lebonyolítást úgy alakítottuk ki, hogy mindenki mindenkivel 2 mérkőzést játszik, tehát gyakorlatilag egy teljes bajnokságot ott lenyomunk itt, és akkor a pontok, illetve a adott esetben az egymás elleni eredmények fognak dönteni. Az előző fordulóban 7-7, illetve 9 páros is nevezett, tehát ott kicsit, hát egyrészt más lebonyolítás is volt, több meccs. Most ez kicsit így a nyaralások talán bezavartak ebbe az utolsó fordulóba, de nem, így is jól fogjuk érezni magunkat. Nézők az változó, tehát hogy volt, mikor a csapatoknak a hozzátartozói esetleg lejöttek, de úgy alapvetően kimondottan néző az kevés volt, inkább az éppen nem játszó csapatok nézték a mérkőzéseket, tehát ez úgy is lett meghirdetve, igazából egy ilyen kis baráti röplabda lett, tehát az a lényeg, az a célja ennek, hogy szervezett formában játszunk egy jót egy egész nap. Uh-huh. Ugye itt gyakorlatilag úgy látom, hogy hasonló erősségű csapatok vannak most, tehát gyakorlatilag bármi lehet, tehát nem érzem, hogy annyira kilógna bárki is a sorból, aztán meglátjuk. Lehetséges, hogy éppen a most játszó egyik páros, aki ezen a térfélen van, az előző 3 fordulót ők nyerték, tehát nyilván ők esélyesek lehetnek arra, hogy ezt a fordulót is meghúzzák, de meglátjuk, hogy mi lett. Jelenleg úgy mondanám, 3 dombovári kötődési csapat van, tehát aki vagy dombovári, vagy dombovárodon van valami kötődése, illetve Pécsről van egy fiú páros még a mai napon. Az előző fordulókban szintén Pécsről jött több lánycsapat is, szerencsére a Dombovári Röplabda Egyesületnek az utánpótlásából is indult több lánycsapat, tehát változó. Igazából Kaposvárról is volt korábban, hogy jöttek át játszani. Igazából egy kicsit ilyen szűkebb körű, de túlnyomó rész dombováriak vannak. Hát az első fordulót azt ilyen június vége, július elejére szoktuk tervezni, és onnantól 2 hetente. És akkor az záró fordulót meg ilyen augusztus vége, de tavaly például szeptember elején volt. Így van, tehát ezzel idén is nagyon nagy szerencsénk volt, tehát ugye 2 hetente volt forduló, és minden egyes alkalommal körülbelül ilyen idő volt, hogy még sokkal melegebb. És az eső nem zavart be. Reméljük, hogy úgy néz ki, hogy augusztus 31-én egy nyárzárót még tartunk, reméljük, hogy ott is hasonló idő várható. Igyekszünk úgy megcsinálni, hogy mondjuk Kaposváron is vannak hasonló jellegű versenyek, azokkal lehetőség szerint ne ütközzön. Nyilván ez nem mindig lehet megoldani. Nyilván az időjárás is közbeszól, de szerencsére az elmúlt években erre nem volt példa, illetve az érdeklődés is, hogy elsősorban a nyárzáróra gondolok, tehát hogyha úgy jön ki, most is megszavaztattuk, hogy kinek lenne a 24-e, 31-e, meg a szeptember első hétvégéje játszott itt a versenyben, és úgy néz ki, hogy a 31-e győzött. Tehát a nyárzáró az igazából olyan értelemben speciális lesz, ez önmagában egy parti, ugyanis annak a különlegessége, most már tavaly is így csináltuk, hogy a egyéni nevezés van, tehát nem párosok neveznek, és minden, tehát csinálunk kiemeléseket, és összesorsoljuk a párosokat a nap elején, tehát igazából senki nem fogja tudni, mikor idejön, hogy kivel fog indulni, és igyekszünk olyan csapatokat össze, olyan párosokat összerakni, hogy nagyjából hasonló erőviszonyokat képviseljenek, hogy minél izgalmasabb mérkőzések legyenek. Tehát ez tavaly is nagyon jó buli volt, idén is így tervezzük. Voltak, akik csak kikapcsolódás céljából vettek részt a bajnokságon. Hát én Harkányból érkeztem, és én a Ciszterclen Nagy Lajos gimnázium csapatában vagyok benne, csak így hát a ismerőseim által kerültem ide Harkányból, és csak így hát általában csak szórakozni jövünk, és így játszani egymással, versenyezni. Az idősebbek általában többet jönnek, de én még csak idén jöttem, de remélem sokáig maradhatok. Hát az előző fordulóban másodikak lettünk, de hát most eddig 2 meccsből 2 kikaptunk, úgyhogy már nem szereplünk a legjobban, de igyekszünk azért hozni a formánkat, de nem adjuk fel soha, úgyhogy kitartóak leszünk végig. Mészáros Bende kiskor óta gyakorolja a strandröplabdát édesapjával. Én édesapám csapatát erősítem, éppen nagyjából 10 évvel ezelőtt kezdtük ezt az egészet együtt. Vele edzettem már gyerekkorom óta, és most végre felnőttem arra a lehetőségre, hogy már együtt is tudunk játszani. Hát gondolkoztam rajta egyébként, csak úgy gondolom, hogy már a koromhoz képest is már szerintem elkéstem ezzel a lehetőséggel, mert azt már fiatalabban kellett volna elkezdeni azt az utat. Igaz, hogy csak 17 éves vagyok, de még lehet az is, hogy eligazolok valahova, nem tudom.
meglátjuk, hogy mit hoz az élet. Mészáros Norbert és Mészáros Bende szerezték meg az ezüstérmet, így ezzel ők lettek a nyár bajnokai, a forduló győztesei pedig Keppel Attila és Precht Tamás. A mérkőzés baráti környezetben zajlott a délután folyamán, és ezt a jó hangulatot várják a dombovári nyárzáró kupára is.